Jó estét kívánok! Aktuális magazinunkat látják. A Connect Ifjúsági Centrum Ifjúsági Klub Békésen nyitotta meg kapuit idén, hogy a békési fiataloknak nyújtson kikapcsolódási lehetőséget. Dénagy Orsolya, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, hallgató az intézmény vezetésével foglalkozik. Elmondása szerint a szociális jellegű feladatok elvégzése mellett a szervezési készségeinek is hasznát veszi. Beszélgetésünkben a klub működéséről, feladatairól és a szociális szféra kihívásairól beszélgetünk. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket. Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget. Az ifjúsági klub vezetéséhez kiemelt szociális érzékenység szükséges. Szereti ezt a munkakört? Nagyon szeretem. Igazából mindig is ilyen jellegű munkát szerettem volna végezni, mármint egy szociális jellegű munkát. Úgyhogy nagyon örülök, hogy sikerült itt elhelyezkednem. A tanulmányaimat is ezért folytatom, hogy minél jobb tudjak lenni abban, amit csinálok. Mit jelent a gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadás Dénagy Orsolyának? Hát ezt még jelenleg tanulom, tehát azt tudom mondani, hogy erre akkor tudok majd válaszolni teljesen, amikor már elvégeztem a tanulmányaimat és dolgozok is benne, de jelenleg ez egy nagyon erős érdeklődés bennem. Szeretnék minél többet megtudni róla, és mindezt azért csinálom, hogy a későbbiekben segítségére tudjak lenni olyan gyerekeknek és fiataloknak, akik esetleg nehézségekkel küzdenek. Egy korábbi beszélgetésünkben már említette, hogy a szeretetet meg kell osztani másokkal, akár csak a képességeinket is. Mit jelent ez, illetve mi az a meghatározó élmény, amely a szociális szférába terelte önt? Így van, így gondolom, hogy meg kell osztani azt, amit kaptunk, minden jót az élettől. Én egy keresztény családon nőttem föl, és a családomban eléggé sok szociális beállítottságú és munkát végző ember van. És azt gondolom, hogy az ő példájuk volt a számomra a legmeghatározóbb, de azt is gondolom, hogy azért ez egy személyiségkérdés. Tehát nekem 5 testvérem van, és mind a 6-an teljesen különbözőek vagyunk. Én így sikerültem. Örülök neki nagyon, mert szeretek ilyen jellegű dolgokat csinálni. Úgyhogy hát a családom hatása is, hát így teremtett Isten, azt gondolom. Komoly és felelősségteljes pályája során milyen sorsokkal találkozik a klubban? Klubban mindenféle gyermek megfordul, hát anélkül, hogy szenzitív adatokat érintsek, de megfordulnak ott csonka családból, tehát olyan családból gyermek, ahol az egyik szülő esetleg elhalálozott, vagy a szülők elváltak, és az egyik szülővel él a gyermek. Vannak gyermekek lakásotthonból, elég gyakran megfordulnak, hála Istennek, és vannak gyermekek egészségesebb háttérből is, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a gyerekek idővel csiszolnak egymáson, és hosszú távon ez mindenki számára, még a város számára is jövedelmező lesz. Milyen programokkal találkozhatnak a látogatók itt? Nagyon sok tervünk volt erre az évre már, amiket hát a koronavírus sajnos keresztbe húzott, de egyébként a péntek és szombat esti nyitvatartásunkon belül rendszeresen volt társasjátékozás, beszélgetés, nyáron elég sokat fociztunk, volt, hogy röplabdáztunk, és van egy listánk arról, hogy mit szeretnénk csinálni, vagy mit csináltunk volna, ha a vírus nem üt be, hát sajnos ez így történt. Ezeket halasztjuk, vagy hát amikor lehetőségünk lesz, bepótoljuk. Korrepetálások, kerekasztal beszélgetések, workshopok, tényleg minden, ami egy fiatalt érdekelhet, még engem is érdekelnek ezek a dolgok, úgyhogy szerintem nagyon klassz programoknak nézünk elébe majd, ha lesz a lehetőség. Egy ilyen munkakörben sok élmény éri az embert. Elgondolkodtatta esetleg más emberek családi háttere? Nagyon sokat gondolkozok ezen, mert azt látom, hogy azért legtöbbünk úgy születik, hogy hát 0 percesen minden gondolat nélkül, és a legtöbbünk életét az határozza meg, hogy akkor milyenek a szüleink, milyen oktatásban részesülünk, mik azok, amiket mi kapunk a környezetünktől, és ez rettentően meghatározza sokszor jó irányba, és nagyon sokszor rossz irányba az adott személynek az életét, és ez tényleg nagyon meghatározó, főleg így, hogy gyermek- és ifjúságvédelmet tanulok, nagyon sok ilyen példát látok, és hát nagyon elgondolkodtató.
keresem a saját szerepemet ebben a kérdésben, mert hát szülő nem vagyok, de ha szakember leszek, mi az a hatás, amit el tudok érni majd azoknál a fiataloknál, akikkel foglalkozok, ezek a kérdések foglalkoztatnak legfőképp. Most hogyan készülnek karácsonyra? Sajnos a lezárások miatt ez az ifjúsági klubot is érinti. Tervben volt nagyon sok minden, szerettünk volna mézes kalácsot sütni, kidíszíteni az egész termet, illetve cipős doboz akció is szóban volt. Ugye összehordtuk volna a kis ajándékainkat, és a rászorulóknak kiosztottuk volna. Ezek, hát ha esetleg addigra megszűnik a korlátozás, ezeket a terveket szeretnénk végrehajtani, de sajnos nem látjuk a jövőt, és a legjobbakat reméljük, de mindenképpen szeretnénk megfelelni a kormánynak a rendeleteinek, úgyhogy ez sajnos egyelőre ennyit tudok mondani. Mit gondol arról, a klub vonzereje miben rejlik? Miért szeretnek a fiatalok bejárni? Remélem, hogy szeretnek bejárni a fiatalok. Én úgy látom, hogy szeretik. Én nagyon-nagyon sokat nevetünk bent, amikor nevettünk, amíg nyitva voltunk, most nem vagyunk nyitva sajnos ennek a rendeletnek az értelmében. De én azt látom, hogy hát a játék, a közös játék az nagyon-nagyon meghatározó. A két legkülönbözőbb embert is egy közös játék, egy közös nevetés nagyon össze tudja hozni, illetve a közösség ereje az egyszerűen nélkülözhetetlen. Úgy egyébként is az ember életében, de egy ifjúsági klub működésében pedig pláne. És azt látom, hogy működik, tömeget csinál egy-két-három ember is, behívják a barátaikat, bevonzák az embereket a környékről, úgyhogy azt mondanám, hogy a közös nevetés, a közös élmények szerzése és a közösség formáló ereje az, ami ide bevonzhatja a fiatalokat. A munkaköre példaértékkel bírhat mások számára. Mit gondol erről? Hát azt gondolom, hogy remélem, hogy így van. Ez egy segítő munka, ez egy szociális jellegű munka, és azt gondolom, hogy az ilyen munkát végző embereknek felelőssége példát mutatni. Tehát ez nem egy olyan munka, amit anélkül lehetne végezni, hogy közben valamilyen jellegű példát mutassunk. Remélem, hogy jó példát tudok mutatni fiataloknak, akár idősebbeknek. Erre próbálok odafigyelni, és így gondolkozni, és így dolgozni. Üzene valamit a fiataloknak és az ismerőseinek ezúton? Üzenem a fiatal ismerőseimnek, hogy amint megnyílik a klub, jöjjenek. Nagyon klassz, nagyon szeretjük, nagyon jó hangulat, úgyhogy remélem, hogy amint feloldják ezeket a korlátozásokat, viszont látjuk egymást, és minden jót kívánok mindenkinek innen is. Köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ez volt az Aktuális. Holnap ugyanebben az időpontban várjuk Önöket magazinunkkal. Tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!